Nehéz mérkőzésre számítottak a Kinizsi utcai kis csarnokban a vendégek, végül azonban magabiztos győzelmet aratott a fővárosban az NKS. Az első negyedet 5 ponttal nyerték Farkasinszky Gyuláné tanítványai, akik nagyon megnyomták a második 10 percet, így a nagy szünetre már 19 pontos nyíregyházi vezetésnél vonultak le a csapatok. A folytatásban az is belefért, hogy a harmadik negyedet 3 ponttal elveszítsék a kosársulisok, hogy aztán az utolsó 10 perc, ha csak 1 ponttal is, az övék legyen. Az alapszakaszt így magabiztos idegenbeli sikerrel zárta a listavezető. Az első pillanattól kezdve vezetett a csapat, hát ugye belefért az is ebbe a mérkőzésbe, hogy a fiatalokat próbáltuk beépíteni a csapatba, tehát voltunk fönn, hogy nem egyszer, hogy 3 idősebből és 2 fiatal játékossal, tehát most megnéztük, hogy melyik játékos, melyik poszton fogjuk tudni játszatni. Úgy gondolom, hogy akik lehetőséget kaptak, azok mind jól éltek vele, mert szinte mindegyik játékosunk pontot is tudott dobni. Az, hogy voltak benne hullámvölgyök és egyszer-egyszer ugye olyan eladott labdák és olyan kihagyott zicserek, amik ugye más szituációban nem mindig örülnek az ember, de úgy gondolom, hogy az előző mérkőzésekhez képest fejlődtünk valamit a fiatalok játékba hozatalával. A nyíregyházi kosársuli 17 győzelemmel és 3 vereséggel áll a keleti csoport tabellájának élén. Az NKS azonban szabadnapos lesz az utolsó fordulóban, és mivel a mögötte lévő Vasas és Szeged egymással játszik, a győztes megelőzi a jelenlegi listavezetőt, amely így a második helyen zárja majd az alapszakaszt. Nyilván elégedett vagyok, mert egy második hely az nem rossz, de azért az év első felében egy vereségünk volt, és most így, hogy a Vasas és a Szeged vereség becsúszott, ez így nyilván nem jó. Sajnálom, hogy a Vasas ellen nem léphettem pályára, és az így egy vereséget hozott, de szerintem ez a második hely sem rossz, és bízom benne, hogy kiharcoljuk a 4-be jutást. A rájátszásban a nyíregyháziak a legjobb 4 közé jutásért a nyugati csoport 3. helyezettjével jelen állás szerint a Tatabányával vívnak 2 győztes meccsig tartó párharcot.